A diodalézerek fejlesztésével olyan új eszközökhöz jutott a fogászati gyakorlat, amelyek nagyon sokféle célra használhatóak. A legújabb berendezések egész miniatűr méretűek, ceruza lézernek is mondják, egészen pici méretűek. Ezeknek a készülékeknek ma már olyan új fejlesztések révén létrejöttek kiegészítő eszközei, mint amilyen a fogászati darab, amellyel rá lehet helyezni ennek a készüléknek a végére, és a szájüregben a különböző hátsó területekre is, akár a moláris fogak területére is de lehet a lézersugarat vezetni. Ezt hívjuk fogászati végnek, fogászati darabnak. Erre a fogászati darabra rá tudunk helyezni olyan végződést, ez is egy új fejlesztés, ebben az évben fejlesztettük, amellyel az ínykezelés során egy egész kvadránsnak a kezelésére van lehetőség, akár a frontfogak területén, akár az oldalsó területen, kényelmesen és nagyon jól hozzáférhetően lehet a lézerkezeléseket elvégezni. Ezzel a kezelési technikával a fogászati, parodontológiai, szájhigiéniai kezeléseknek egy nagyon jó, kényelmes eszköze jött létre. Ezek a berendezések egyébként már nagy teljesítményűek, 200 milliwattos diódát helyeztünk el, ami azt jelenti, hogy nagyon lerövidül a kezelési idő. Hasonló módon egy bőrkezelésre vagy felületi kezelésre alkalmas véget is rá tudunk szerelni a készülékre, és ilyenkor szórcsugarat alkalmaz, tehát akár állkapocsizület kezelésére, akár egy bőrterületnek a kezelésére szintén alkalmassá tehető. Vagy az arcon, illetve az ízületeknek a kezelésére is alkalmas. Még egy kezelővég került kifejlesztésre, ez pedig az úgynevezett általános hatású lézerhatások kezelésére szolgál, ami az orrüregnek a megvilágítását célozza. Ezzel a végződéssel az orrüregbe lehet világítani, és az orrüregben lehet elvégezni azokat a speciális kezeléseket, amelyek úgynevezett általános lézerhatásokat hoznak létre, így például a vércukorszint csökkentését, az arteriosklerózis megelőzését, vérnyomás csökkentés és sok ilyen általános hatás is létezik, amelyeknek a létrehozására alkalmas ez a végződés. Tehát ezzel a kisméretű készülékkel, ezzel az úgynevezett ceruza lézerrel egy sor fogászati, illetve egyéb beavatkozás végezhető, így egy univerzális eszközzé sikerült fejleszteni. A lézer tanfolyamokon ezeknek a készüléknek a bemutatása és az indikációs körök bemutatása is megtörténik. Ugyancsak egy új fejlesztés, az úgynevezett páciens lézer, amelyet a betegek részére oda adhat a fogorvos, az is a neve ennek, hogy safe lézer, tehát biztonsági lézer. Egy olyan speciális optika van a végén, amely szétszórja a lézersugarat, és ezzel tulajdonképpen a páciens saját magát tudja kezelni. Implantológiai esetekben saját maga, itt elhelyeztünk ugye egy implantátumot, és ennek a megvilágítását saját maga a páciens is tudja végezni az otthonában, emiatt nem kell esetleg több száz kilométert utaznia, hanem maga is elvégezheti a lézerkezeléseket. Ez a lézerkezelés felgyorsítja a csontosodást, felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat, és ez egy új tendencia, az úgynevezett safe lézer, a páciens lézer alkalmazása. Ugyancsak nagyon fontos ezeknek a készülékeknek a szájhigiéniai alkalmazása, és a szájhigiénikusok, az asszisztensek is egy hatékony eszközhöz juthatnak. A lézer tanfolyamokon nem csak az orvosok részére, hanem az asszisztensek, szájhigiénikusok részére is folyik az oktatás. Egy külön új program, amely egy egymásra épülő lézeroktatási rendszert valósít meg, hasonlóképpen, mint az Európai Unió néhány országában van úgynevezett mesterképzési rendszer, a fogászati lézeralkalmazás mestere címet el lehet nyerni. Nálunk Magyarországon ennek egy megvalósított formája az úgynevezett lézerdentiszt képzés, a lézeres fogorvosi ismeretek oktatása. 5 tanfolyamon keresztül a legfontosabb ismereteket meg lehet tanulni. Az alaptanfolyamon, a kis teljesítményű lézertanfolyamon, a sebészeti tanfolyamon, az úgynevezett malacfejes workshop gyakorlaton, ahol malacfejen végezzük a műtéteket, illetve a kezeléseket,
és az ötödik fokozat pedig az úgynevezett klinikai lézeralkalmazás, ahol betegek kezelését lehet végezni, és ezt az öt fokozatot el lehet végezni fogorvosok részére, így lehet a lézer-dentiszt fokozatot elnyerni. Ugyanezeket a tanfolyamokat a szájhigiénikusok, asszisztensek részére is tudjuk biztosítani, ők pedig a lézeres szájhigiénikus fokozatot nyerhetik el ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzésével.